Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... De ahogy ígértem önöknek, Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szép jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azt tudja, hogy a Noé heti szakasza van, Noé bárkája az állatokkal és azzal a pár emberrel a tengeren, és várja, hogy a galamb valami olyan hírt hozzon, hogy a szárazföldön minden jó. Mennyire közeledünk ahhoz, hogy a galamb jó hírt tudjon nekünk hozni? Hát mi mindent megteszünk érte, most számunkra az a legfontosabb, hogy a szomszédunkban zajló háború lezáruljon. Mint hogyha látni lehetne olyan biztató jeleket, amelyek arra engednek következtetni, hogy végre a világ vezetőiben is megszületett az a felismerés, hogy a legjobb a világnak az, ha béke van, nem pedig az, hogyha a háború folytatódik, és egyre többen kezdenek el békeközpontú gondolkodással rendelkezni, nem pedig háború központú gondolkodással. Ez nagyon örvendetes. Mi továbbra is azt gondoljuk, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy a békét csak egy tárgyalás hozhatja el, ezt a tárgyalást pedig a világ vezető hatalmának kell kikényszerítenie, tető alá hoznia, óvatosabban fogalmazva. Mi azért dolgozunk, hogy ez végre elindulhasson. Tegnap erről a témáról tárgyalt Isztambulban az izraeli honvédelmi miniszter, és Izrael köztársasági elnöke viszont Washingtonban Bidennal. Vajon az amerikai vezetés kezdeményez valamit Moszkvában? Reméljük. Ez a legfőbb reményünk, hiszen még egyszer mondom, Amerika és Oroszország megállapodása tud itt békét teremteni, úgyhogy az amerikaiaknak, ha tetszik, hanem ebben kulcsfontosságú szerepe van. Tegnap előtt sikerült interjút készítenem az ellenzék volt köztársaság elnök jelöltjével, és a professzor úr azt mondta, hogy hatalmas luk van a költségvetésünkön, és semmi jót nem jósolt. Próbálja megmutatni minket. Minden tiszteletem a professzor úré, de nincs igaza ez a helyzet. Hallottunk már nagy nevű, önmagukat tévedhetetlennek gondoló közgazdászoktól olyat, például a baloldal köztársasági elnök jelöltjétől, hogy a rezsicsökkentés az nem jó, sőt, fenntarthatatlan. Most mindenki azért küzd, hogy fönnmaradjon. Igen, és én talán éppen itt az ön stúdiójában mondta el azt, hogy Rónai Péter, hogy meg kell szüntetni a rezsicsökkentés, és a piaci árakat rá kell engedni a lakosságra. Hát most látjuk azt, hogy ha nem lenne rezsicsökkentés az átlag fogyasztás szintjéig, akkor milyen rezsiárak lennének, hiszen azért Európa más országaiban ilyen típusú, ilyen mértékű támogatás, amit a magyar emberek, a magyar családok élvezhetnek, nincsen. Azért azt gondolom, hogy a baloldali köztársasági elnök jelölt véleménye akkor sem volt megalapozott, most sem az a költségvetéssel kapcsolatban. Ahogy az a baloldali sztár közgazdászi vélemény, mely szerint mi most már az IMF előszobájában vagyunk, ezt ugye éppen 3 héttel ezelőtt mondta Jaksit György, az szintén egy butaságnak tekinthető. A költségvetést értelmszerűen megterheli ez a helyzet, hiszen a rezsicsökkentés fenntartása az lényegesen nagyobb összeget emészt fel, mint korábban. Tehát nyilvánvalóan az kár tagadni, hogy a költségvetést megterheli ez az energiaválság, amit az elhibázott szankciók okoznak. De a pénzügyminiszter úr, aki híres arról, hogy feszesen tartja a költségvetést, most is így tesz, ezért a költségvetés a nehéz helyzet és a szankciós felárak ellenére jó állapotban van.
Ön szerint mennyire jó az a demokráciának, hogyha a magyar parlamentből az ellenzéki pártokból csak egy párt maradna, hisz az ellenzék vezér alakja, mint hogyha azt mondta volna a parlamentben, hogy semmi szükség nincs azokra az ellenzéki pártokra, amelyek nem ő hozzátartoznak. Hát mi ezt egy baloldali belháborúnak tekintjük, nem kívánunk vele foglalkozni, főként azért, mert itt van egy energiaválság a nyakunkon, itt van egy európai gazdasági válság, és mi éppen most azon dolgozunk, hogy ezeknek a káros hatásaitól tudjuk függetleníteni magunkat. Így a baloldali belháború az, hogy úgy mondjam, a mi inger küszöbünket nem érje. Értem. Sikerült a lakosságot nem megfélemlíteni, hanem rossz kedvűvé és agódóvá tenni azzal, hogy kiszivárogtak az egészségügyi reformok, és azok sem pontosan, mikor várható, hogy a kormány feketén-fehéren megmondja, hogy mi is várható. Hát amikor a kormány tárgyal erről a kérdésről, és döntéseket hoz, addig én kérek mindenkit, hogy tekintse a kiszivárgott híreket kacsának, mert azok nem hivatalos információk. Ha a kormány döntést hoz az egészségügy területén végrehajtandó változásokról, fejlesztésekről, akkor arról hiteles információkat majd a kormányinfón hallhatnak, addig bármilyen hír megjelenik a médiában, kérem a lakosságot, hogy ne higgyenek neki. Több városvezető teszi a dolgát, de az rendben van, hogy teszik a dolgokat és készülnek az energiaválságra és intézkedéseket hoznak, de ez is egy rettegésbe kergeti bele a lakosságot. Mi értelme van ennek? Semmi. Röviden semmi. Mi is annak örülnénk, hogy ez az energiaválság elmúlna. Csak az a helyzet, hogy az úgy nem fog elmúlni, hogy fenntartják a szankciókat, sőt még szigorítani akarnak rajta, és hétről hétre más néven, más jelleggel, de például az uniós gázársakkal, vagy egy közös beszerzés az visszakerül. Erről tárgyalt Novák Katalin is vendéglátójával az osztrák elnökkel, így van. Tehát azt látjuk, hogy egyszerűen az a rideg valóság, és ez nem ideológiai kérdés, hanem fizikai kérdés, és ahogy közeledik a tél, azért erre egyre többen érzékenyek, hogy azt a gázmennyiséget, amit Európa számára Oroszország szállított, ez egyébként 150 milliárd köbméter az összes 300 milliárdos európai éves felhasználásból, tehát majdnem a felét szállították Oroszországból, ezt nem tudja pótolni Európa. Tehát lehet megtakarítani, az egyébként is jó persze. Lehet máshonnan beszerezni, de egyszerűen azt a mennyiséget rövid távon nem lehet pótolni. Ha nem lehet pótolni, az egy dolgot fog jelenteni. Ez egyszerű közgazdaságtan. Akkor följe fognak menni az árak. Tehát ki fogja megszenvedni az orosz gáz hiányát? Az európai lakosság és az európai vállalkozások. Mi ezért mondjuk, hogy észszerű politikára van szükség, és ezért kell megváltoztatni a szankciós politikát. Szerintem ez közeleg is, hisz az új olasz elnök, ő is a 27-ekben benne lesz. Bízom benne, hogy első útja ide fog vezetni Budapestre, de ezek szerint az osztrák vezető is úgy gondolkodik, mint mi. Sőt, a V4-ekben is van, tehát a 27-ek kezdenek nem együtt gondolkodni. Az biztos, azért a következményei az elhibázott szankciós politikának az minden országban egyre látványosabb. Tehát akkor, amikor olyan videókat lát az ember most már az interneten, ahol olasz fiatal párok mondják azt és mutatják megdöbbenve az energia számlájukat, úgyhogy éppen egy ilyen videót láttam, hogy mondja egy olasz fiatal hölgy, hogy 50 négyzetméteres lakásban él, csak főzésre használja a gázt, azt is keveset, és az energia számlája az forintban átszámolva több mint 200 ezer forint. De egy valami örömhírről is beszéljünk, október 27-én tegnap Roshan Ikránál Libanon és Izrael aláírt egy egyezményt, két olyan országról van szó, amelyik hadi állapotban van egymással, és kérdésre válaszolva Izrael
miniszterelnöke 4 nappal a választások előtt azt mondta, és természetesen ma reggel már a fúrótornyok elkezdtek fúrni, hogy a feltörő gázból több mint a fele Európába fog érkezni. Nekünk az a dolgunk, hogy Európa energiafüggetlenségét erősítsük. Mi azt gondoljuk, hogy ez a sikeres Európa jövőjének a záloga, de az energiafüggetlenség az nem úgy fog eljönni, hogy egy típusú gázfüggőséget, az orosz gázfüggőséget most átalakítunk egy másik típusú gázfüggőségre. Nekünk több lábon kell állni, ahogy szokták mondani a szakértők, diverzifikálni kell a beszerzéseket, tehát minél több helyről kell beszerezzünk, annál jobb, stabilabb helyzetben vagyunk, annál inkább le tudjuk törni az árakat, és egyre törekedni kell arra, hogy az energia mixben, tehát az energia felhasználásban a gáznak a szerepét csökkentsük. Én bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Ennek egyik biztosítéka, hogy már kint vállalkozik Russin Szendi Romulus, akivel meg fogjuk beszélni, hogy biztosítva lesznek-e ezek a gázok, hogy így békében ide is érjenek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre a lehetőséget. És mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Holik István, a magyar parlament tagja, a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója volt stúdiónk vendége. Kellemes hétvégét. Viszont kívánom mindenkinek. Önök vegyenek egy korty friss levegőt, igyanak bele a poharóba, helyezzék kényelembe magad, és már is a biztonsággal folytatjuk. Tartsanak velünk!